Jól teszi ki Csongvainak, jól jön előre a Fehérvár, szét adogatás sorozat, ez Szabó, és most ott a nagy labda, Katona középre, Kodró, hát ez gyönyörű gól volt. 20. perc, 2-0. Hát le lehet mérni, hogy hány másodpercig birtokolta a labdát a Fehérvár, amíg a gól meg nem született. Szépen kihozták, átforgatták, visszavitték, és Kodró a második gólt szerzi. Összességében pedig ez már a bajnokság során a góllövőlista vezetőjének a 10. találata. Nem volt nehéz dolga, labda mögül érkezik, és gyakorlatilag az üres kapuba kell lőnie. Ezt sakkmatra játszotta a Fehérvár. Szabó indít, Katonái a gólpassz a gólja után, Kodró pedig befejezi az akciót. Lenullázva a paksi védelem.